És a, olyan a bíró, olyan rumanok vannak, köszöntenélek benneteket szeretettel még egyszer, így a napzárásaként. Én úgy gondolom, hogy egy fantasztikus civil kezdeményezésnek lehetünk ma tanúi, és bárki, aki ma ide kilátogatott, vagy megnézte az élő felvételeket Facebookon, YouTube-on, bárhova live voltatok, streameltetek. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos információkat kaphatatok meg, és nagyon sok fajta nézőpontból. A legfontosabb üzenet ennek a mai napnak, én úgy gondolom, hogy az összefogás. Aki... Az ő jelöljét veszem, na. Aki a következő évtized programjával tisztában van, hogy mit akar az új világrend. Ugye ezt a szót nagyon sokan halljátok, nagyon sokfajta módon halljátok, hogy mi az új világrend. Hallhattátok Toroszkai László szájából, hogy mi az új világrend politikai értelemben. Hallhattátok már orvosok szájából, hogy mi az új világrend eugenikai alapon. Nyilván valaki hajlandó volt belefolyni, van aki nem. Hallhattátok Japántól, Dél-Koreán át, az Egyesült Államokig, akár orosz propagandán keresztül hallhattátok a tudósokon keresztül, hogy mi is az új világrend, mit akarnak megvalósítani. Ezek mind olyan vonalak, amikről én úgy gondolom, hogy beszélni kell. Van létjogosultság ennek a történetnek. Viszont amikor a magyar valóságról beszélünk, akkor nagyon fontos az, hogy megértsétek, hogy ezeket a vonalakat helyén kell kezelni. Amíg nem vagytok képesek megérteni azt, hogy egy Putyin, egy Donát, egy Gesara projekt, egy fényszolgakultuszban terjengő vallási nézet, legyen az bármelyik, vagy akár egy szélsőséges fundamentalista politikai nézet megoldást kínál a jelenlegi helyzetre, és ti nem értitek azt, hogy mindnek ugyanaz a szolgája, az új világrend, és a vezetők a tetőn ugyanazok. Ha ezt nem értitek meg, akkor nem értitek meg azt sem, hogy mi nekünk, magyaroknak, ennek a kis világszerte élő több tízmilliós nemzetségnek, mert itt nemzetségről beszélünk. Tehát itt nem egy egyszerűen arról beszélünk, hogy van egy nép, amelyik 9,6 millió, úszve 9,8 millió, most már az egészségügyi adatok alapján tudjuk, hogy tajkártyából 13,4 millió. Tehát nem ezekről beszélünk, hogy ki hogyan preferál. Itt egyszerűen van határon belül és határon kívül élő magyarság. De ez egy komplett nemzet. És amikor arról beszélünk, hogy nemzeti érzelmű emberek vannak, ki hogyan fogja meg? Az is egy dolog. Van, aki a hunokról, a szkítákról, ma nagyon sok irányvonalból ezt meghallgathattátok. De az első és legfontosabb az, amit meg kell értenie minden egyes magyar embernek, és mindenféle felhang nélkül kell megértenetek. Itt, ami ma van Magyarországon, az gyakorlatilag 2000 ember politikája, gazdasága, jóléte. Ha ezt nem értitek meg, hogy ebben merül ki minden, az új világrend, minden, az egész világon él ma 7 milliárd ember. Az, amikor világoltásról beszélünk, és globális népesség csökkentésről beszélünk, akkor a megoldásokról kéne beszélni. És ez az, ami én úgy gondolom, hogy ma az összefogás, mint fontosság, első helyen van. Ez ma a Csabi, én, meg még páran megemlítettük, hogy mi az összefogásban az erő és a lényeg. De én úgy gondolom, hogy a megoldásokról nem esett szó. Amikor az új világrendről beszélünk, akkor a megoldás első lépése az, hogy megértjük a rendszer. Ez az első. Ma az új világrend rendszere az gazdasági alapon működik. Tehát amíg nem értitek meg, hogy gazdasági alapon működik ez a rendszer, és nem politikai alapon, vagy orvosi alapon, vagy jogi alapon, addig vesztésre álltok. Addig vesztésre álltok. És minden magyar vesztésre áll. Ez az első lépcsőfok, ezt meg kell értenetek.
Vagyis amikor elkezdtek azon siránkozni, mert ugye a magyaroknak ez egy ilyen nagyon alapvető dolog, hogy mindig azt nézzük, hogy mi a rossz a jelenlegi helyzetben. Miért nem lehet végre egyszer föltenni ezt a kérdést, hogy minden jobban van valami rossz, és minden rosszban van valami jó, akkor a jelenlegi rossz helyzetben mégis mi a jó? Mit lehet csinálni? Mit lehet csinálni? Összefogni. Ott van a válasz. Nem azt kell keresni egymásban, hogy mi választ el, hanem azt, hogy mi tart össze. Van, aki számára ez a spiritualitás, van, aki másképp nevezi és szakralitásnak hívja, van, aki azt mondja, hogy ez a magyar föld, van, aki azt mondja, hogy a magyar szív, vagy a tudat, vagy a lélek, vagy a gazdaság, vagy a termelékenység. Mindenki másképp fogja meg. És majd mindenre hallhattatok megoldást. De alapvetően a megoldás az egy valami. Ezt úgy hívják, hogy nemzettudat. Nem néptudat. Nem egység. Mint ahogy a Magyar Humanista Egység is hirdeti, az egy fizikális egység, hogy dolgozzunk a mában. Nemzettudat nélkül nem megy. Ezt kell megértenie mindannyiótoknak. A nemzettudat az nem merül ki határokban. Az mindannyiunkra vonatkozik. Amikor Pió atya arról beszélt, hogy felszállhat a madár, és hogy az utat mutathat a világnak abban, hogy hogyan gondolkodnak másképp az emberek, és megvalósítanak valamit ebben a materiális világban, a teremtő nélkül nem megy semmi. Ezt mindannyian tudjátok, én is tudom, mindenki tudja. De a megoldás első lépcsőfoka ebben a materiális világban keresendő nem fent a teremtőnél. Nem fent. Az kell, hogy legyen, hiszen a hit önmagáért létezik. Ha van hitetek, akkor nem félhettek. Ez az első és első pont. Így van? Ha van hited, nem félsz. Így van. Ha van hited, nem félsz. Egy hittel élő ember nem fél semmitől. Szóval az első és a legfontosabb, hogy legyen egy hitetek. A második az, hogy amikor ennek a hitnek ide kell ebbe a materiális világba koncentrálódnia, akkor meg kell, hogy értsétek, hogy a materiális világ az nem hitkérdés, hanem tevékenység, aktualitás kérdése és cselekvés kérdése. Ebben merül ki minden. Amíg a hatalom jól szervezett kevés emberrel és cselekszik minden áldott nap törvényeket hoz, orvosilag megnyomorít, rendszereket dolgoz ki arra, hogy hogyan tartson titeket kordában. Mert igazából itt erről van szó, kereteket szabnak számotokra, hogy mibe fektessétek azt, amiért minden nap éltek, felkeltek, lefekszetek azon, vagyis dolgoztok. Egy olyan rabszolgatársadalomban élünk, ezt hívják kapitalizmusnak, egy modernkori rabszolgatársadalomban élünk, aminek a megoldásában, aminek a megoldása ugyanaz, hogy felszabaduljatok, mint ami maga a kapitalizmus, vagyis a közgazdaság. Amíg nem értitek, hogy a közgazdaság hogy működik, nem fogjátok megérteni azt, hogy miből kell kiszállnotok. Addig lehet politizálni, lehet vallásra kenni, lehet bármire kenni. Ettől szép a világ. Mindenki higgyen, amiben akar. Én tiszteletben tartom. De mindenki bármiben is higgyen, tartson tiszteletben engem is. Én úgy gondolom, hogy ettől működik valami. Ettől vagyunk emberi emberek. Értsük meg egymást, és keressük azt egymásban, hogy mi a megoldás. De mi a megoldás? A közgazdaság. Ami által ez a mocskos bankrendszer minket megnyomorít, azon keresztül kell visszavenni a hatalmat a népnek. És itt különbözik minden más ideológiában, filozófiában, emberi gondolkodásmódban. Itt különbözik minden az, ahogy a madár felszállhat. Amiben ti hisztek, amiben én hiszek, hogy a madár felszállhat, ahogy Pió atya mondta, az a közgazdaság madara. Ezt kell végre megértenetek. Ugyanis ha a hatalom, akinél a hatalom van, és ténylegesen birtokolja a hatalmat, az a 26 család ma a világon, a Vatikánon és a kazácionista politikán keresztül birtokolja ma a hatalmat, ez a 26 család 13 az egyik oldal, 13 a másik oldal, ezek birtokolnak mindent. Ha megértitek azt, hogy ezek hogyan működtetik a politikai struktúrát a banki, illetve multilaterális trust rendszeren keresztül, ami ma a Bideni politikának köszönhető, nyilván a Trumpi politika is ez volt, de ezzel most ne térjünk ki, fölösleges erről vitát nyitni.
A lényeg az, hogyha kivetnek adókat, és beszednek tőletek a fizetésetek fejében bármit, akkor ezt vezessétek le. Tehát amikor a megoldásról beszélünk, akkor beszéljünk a megoldásról. Van egy nemzetközi transznacionalista vállalathálózat, ami 4 cég kezében van ma a világon. BlackRock, State, Vanguard és Fidelity. Ez a 4 szervezet uralja ma a világ teljes közgazdaságának a 80%-át. Ezt így értsétek, ahogy mondom. Ez tény. Ezzel nem tudok változtatni. Ha megszakadunk, se fogunk tudni változtatni, mert ez így működik. 200 év alatt felépítették ezt az egész történetet. De hogy mi, kis magyar nép, nemzetség, ezzel a kis 10x millió emberrel, akik vagyunk, hogyan tudunk kilépni abból, ami most van? Na ez a megoldás. Ezt a rendszert a visszájára kell fordítani. Ez a rendszer azoknak, akik ma dolgoznak, ti vérrel, verejtékkel megkeresitek a mindennapi kenyérre valót, és a családotoknak szeretnétek biztosítani mindazt, illetve hát a jövő generációnak, a gyerekeiteknek szeretnétek biztosítani mindazt, ami van. Ezt hogy teszitek meg? Elmentek és 8, 10, 12, 14, 20 órában, 24-ben ki hogy dolgozik, ledolgozzátok a magatokét. Majd hazamentek, és kaptok egy olyan fizetést, ami nem hogy magyar életszínvonalhoz nem méltó, nem hogy emberhez nem méltó, de kezdjük ott, hogy európai nemzet vagyunk, és európai szinthez sem méltó. Ugyanis amikor arról beszélünk, hogy bementek a saját cégetekhez, és felteszitek a kérdést, hogy te mennyiért dolgoztál? 230 ezerért? 180 ezerért? Ugyanaz a cég Hollandiában, Franciaországban, Belgiumban, mennyit fizet ugyanazért a munkáért? Akkor mégis miről beszélünk? Meg fogjátok kapni, hogy nettó 4 és 10-szeres bért kaptok. Aki azt mondja, hogy nem így van, az hazudik. Ez a világgazdaság. Viszont nem gondolkodtok el azon, hogy miért van az, hogy ti csak ilyen kevés fizetést kaptok? Miért van az, és itt most nem a Gyurcsány Ferit védem, meg az összes ilyen nem beszélek csúnyán típusú ember. Hogy van az, hogy 7800 milliárd forintból, kötőjel 9200 milliárd forintból Gyurcsány Ferenc elműködtette az Oszkó Péterrel ezt az országot? Nem erről van szó. Eszter, nem erről van szó, hanem arról, hogy hogy lehet az, hogy jövő évben 25 ezer milliárd forint lett a költségvetés. És semmi nem változik ebben az országban. Ez nem jó vagy rossz. Sanyi szólt. Így van. De most... Így van. Nem erről beszélek. Én arról beszélek, hogy hogy lehet az, hogy háromszor annyi folyik be belőletek, mindannyiótokból, belőled is Eszter és mindenki másból, háromszor annyi folyik be az államkasszába, és ebben a nyomorult országban semmi nem változik. Hogy a büdös francba van ez? Megmondom, hogy van. Úgy, hogy a Stroman hálóz a pénzében, kezében megy minden. A földet, a vizet, meg a levegőt. Minden, ami a magyar embereket megilleti. Na, így működik ez a dolog. És akkor ezek után föl lehet tenni a kérdést. Mi a megoldás? Nem adjátok vissza nekik a pénzt, hanem azt mondjátok, ez a megoldás. Ha a közgazdaság nyomorít benneteket, ha a bankrendszer nyomorít benneteket, ha mindaz, amit ma láttok magatok körül, és ez nyomorít meg benneteket, akkor mi a megoldás? Hogy ami megmarad a kezetekbe, azzal céloztok. Nem virtuális pénzben kezdtek el gondolkodni, nem. Felejtsétek el. A pénz, mint önmagában, az csak egy váltó. Egy váltó. Ezt kell megértetek, a pénz semmi más, csak egy váltó. Annyi értéket társít mögé a világhatalom, és úgy teszi meg, ahogy ő akarja. Ti meg ehhez alkalmazkodtok. De mi van, amikor ti teremtettek értéket? Mi van, amikor ebből a magyar földből nem hagyjuk kimenni az értéket? Na akkor mi történik? Akkor magatok értékelitek föl a saját valutátokat, a saját terményeteket, a saját életeteket és a saját jövőtöket. Na ez az, amit egyetlen politikus sem tud megadni, és ez az, amit egyetlen rendszer sem tud ma megadni Magyarországon. Ezért kell egy független rendszert kiépíteni. Informatikailag, világhálóilag, termelésileg, gazdaságilag, jogilag, erkölcsileg, politikailag, mindenhogy. Ezt a rendszert ki kell építeni. Ehhez pedig mi kell? Egység kell. Ahogy Szecsei Miklós barátom mondta,
Ehhez nem kell más, összefogás kell, le kell ülni, meg kell beszélni, és meg kell alkotni azt a programot, ami kivezeti a magyarokat ebből a kátyúból, amiben vannak. És nem politika, nem vallás, és semmi más nem számít. Azt nézzük meg, hogy mi az, ami összeköt minket, és így lépjünk ki. Mi az, ami összeköt minket? Az, ami meg is nyomorít. Az, ami meg is nyomorít. És a legfontosabb dolog, hogy megértse minden egyes magyar ember, mert az, hogy mi értjük, az egy dolog. De szólnunk kell azokhoz, akik beleálltak a propagandába. Szólnunk kell mindazokhoz, mert a megoldáshoz nem vagyunk elegen. Persze, 16, 20, 40 millió magyar él világszerte, aki magyarnak vallja magát, viszont itthon most van 3,5 millió magyar, aki nem oltatott. De nekünk szólni kell azokhoz, akik már oltattak. Mi van veletek? Merül fel a kérdés. És ez talán a legfontosabb kérdés a megoldás szempontjából. Hol vannak azok a károsultak, akiknek mi platformot szeretnénk adni? Legyenek azok vállalkozók. Meghalt az öcsém, a gyerekem, a sógorom, a sógornőm, a parányom. Hol vagytok ti, és itt már nem az egészségügyisekről beszélek, akik 80%-ban beleálltak az oltásba. Nem a tanárokról beszélek, akik 80%-ban beleálltak ebbe az oltási propagandába, és már az következő 5 évet is elfogadták. Nem ezekről beszélek. Azokról beszélek, akik most itt a jelenben már elszenvedték, akik már károsultjai ennek az elmúlt másfél évnek. Nem egy vállalkozó, több tízezer nézőm van, több száz üzenetet kezelek naponta, és napról napra kapom orvosoktól, károsultaktól, mindenkitől a véleményeket, hogy ki hogyan halt meg a környezetében. Tudok olyan komplett családot, és ez nem vicc, komplett családot tudok, hogy a nagyszülők élnek, és mindenki más meghalt. Mindenki más. Nem vicc, nem hülyéskedek, nem mellé beszélek. Megmondta mindenki a családban, 14 főből állt a család, 4-en élnek belőle gyerekek, 4-en. Mindenki más meghalt. Van olyan Győr, Moson, Sopron belei falu, ahol konkrétan 25%-a az időseknek az elmúlt 3 hónapban meghalt. Tudok, itt volt közvetlenül, nemrég beszéltem olyan nézőmmel, aki idős otthonban dolgozik, és miután én kitettem a nemzetközi adatokat arról, hogy Németországban, Angliában december 8-án elkezdték az oltást, és januári 10-30%-os halálozás volt ezekben az idős otthonokban az oltás miatt, előtte 2-3 évig senki nem halt meg. Na most Magyarországon is idejött az ember, a néző, és konkrétan elmondta a gyerekek, hogy 25%-a annak az idős intézménynek, amiben ő szolgálatot lát el és teljesít, 25%-a meghalt az elmúlt 4 hónapban. Akkor kérdezem én, miről beszélgetünk? Megoldást akartok? Változást akartok? Paradigmaváltást akartok? Aki rendszerváltást akar, az politikailag akarja ezt a rendszerváltást. Rendszert váltani az azt jelenti, hogy a rendszert a politikai szinten le akarod váltani, de hogyan tovább? Az oroszok 3 napja beüzemelték a saját világgazdaságú protokolljuknak megfelelően a saját világvebjüket. Így van. Így van. Azt mondta Vladimir Putyinnak a helyettese, az egyik jó barátja, Somese, hogy be kell indítani a saját világhálózatunkat. A kínaiak vezették be egyébként csak elsőnek 2013-ban, így van eztek? 2013-ban bevezették a saját protokolljukat, azt mondták, meg fogják szűrni mindazt, ami nem a kínai népnek, népköztársaságnak az érdekét szolgálja. Ez csak egy szűrés volt. Most az oroszok a saját világwebjüket indították el. Mikor 4 évvel ezelőtt megtudtam, hogy ezen dolgoznak az orosz programozók, én azt mondtam 2017-ben magamnak, hogy meg kell ezt csinálni Magyarországon. Ma ezt úgy hívják, hogy magweb.org. Elkezdtük csinálni. Mindenre van megoldás. Meg akartok gyógyulni? Egészségesek akartok lenni? Össze akartok fogni? Mindenre van platform, és támogassátok mindazokat, akik össze akarnak jönni, és a megoldást keresik. A háttérben zajlanak az események. Ne érdekeljen benneteket az, hogy mit láttok a Facebookon. Ne érdekeljenek benneteket azok a hangok, akik azt mondják, hogy a Bertalan Attila egy mocskos szarházi kép. Ne érdekeljen, hogy mit mondanak a Geri Tibiről, hogy mit mondanak az Eszterről, hogy mit mondanak a Giorgioról, rólam, bárkiről. Ha megoldást akartok, akkor felszólítottok minden egyes vezetőt, minden egyes embert a saját közegetekben, hogy igenis, elég volt abból, és kivetitek a saját közegetekből, kivetitek azokat az embereket, akik a megosztást szolgálják, akik azt mondják,
hogy olyan propagandát kell végigvinni, mint amilyet ma a sajtóban ellenem, meg mindenki más ellen végigvisznek. A valótlanság az, hogy hazugságokat folyamatosan állítanak rólam, meg mindenki másról, nem kell, hogy elhiggyétek. Ha változást akartok, ahhoz hit kell. De mit mondtam, mi a hit? A hit az, hogy nem féltek. És az, hogy kinyilatkoztatjátok azt, hogy meg akarjátok változtatni ezt a rendszert. De azt a itt kell és a mostban kell elkezdeni. Nem tehetitek meg, hogy homokba dugjátok a fejeteket. Elég volt az otthonülő Omani Padmehumból. Elég volt a vagdalkozásból, hogy menjünk az utcára, 500 ezeren megdöntjük a hatalmat. Nem így működik, értsétek meg. Egyetlen dolog van, amivel tudtok változtatni. Ha itt és a mostban kifejezitek mindazt, amiről idáig beszéltem, összefogásra szólítjátok fel a saját vezetőiknek, akiket ti tartottok vezetőknek. Mert az, hogy valaki vezetőnek tartja magát, én sem tartom magam annak, bár engem sokan annak tartanak. De vannak, akik magukat tartják vezetőnek, azért, mert 2-3-4-5 ezer, meg 10 ezer fős táborok élén vannak. Nektek kell felszólítani ezeket az embereket. Az összefogás és az egységbe szerveződés a hatalom legnagyobb ellensége. Akik ma nyíltan, mint ahogy én is kiállok emellett, mi vagyunk a legnagyobb ellensége a hatalomnak. De miért? Mert van hitünk, van koncepciónk, és ez megvalósítható. De ezt mi nem tudjuk megvalósítani, ehhez ti kellettek. És hogyha megértitek ezt az álláspontot, és hajlandóak vagytok erre, akkor lesz változás. Ha nem, és betartjátok ezt, amit kérek, bankokból ki a pénz? Minden pénzeteket megtakarításatoktak ki a bankból. A kettő. Célozzatok vele és támogassatok minden egyes olyan embert, akiben ti azt látjátok, hogy meg tudja valósítani a koncepcióját. Három. A gyerekeitek számára és magatok számára és a végletekig álljatok ki amellett, hogy a következő 5 évet nem akarjátok. Se gazdaságilag, se jogilag, se oltásilag, se sehogy se. Ezek a legfontosabbak, és támogassátok itt a mostban, a jelenben mindazokat, akik ténylegesen együttműködnek, és az összefogás mentén fel akarják nektek mutatni minél hamarabb azt a programot, amit úgy hívnak, hogy a paradigmaváltás programja. Köszönöm. Köszönöm, Sándor, hogy megszólítottál. Én azt gondolom, hogy a Kossuth téren folytatni kell a beszélgetést, tehát egy párbeszéd legyen, ez nagyon jó, hogy megszólítottál. Én azt gondolom, hogy kiutat nem sok ember...